Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, hogy jön egy videó, amit már nagyon régóta szerettem volna elkészíteni, de csak és kizárólag TNA tagokkal, úgyhogy ez most megtörtént, úgyhogy jöjjön Warframe Raid, vagyis Law of Retribution, hogy mi a fene is ez, és egyrészt, hogy ti is látjátok, lássátok, hogy ez hogy működik, és hogyha ezen a küldetéseken, vagy ezen a küldetésen uh, végigmentek, akkor mennyire jutalmazó lehet. Viszont, a küldetésnek a buktatója ugye az az, hogy egyrészt 80 keletek az ez nem akkor a buktató 8 embert össze lehet szedni, Recruitingban bárhol meg lehet szerezni ezt a 8 embert. A problémája ennek az egész pályának az, hogy kell egy bizonyos fegyelem, kell egy tapasztalat, és nem árt, ha van egy TeamSpeak, meg lehet ezt csinálni TeamSpeak nélkül is, de akkor viszont nagyon tapasztalt játékosok kellene, akik nagyon tudják, hogy mi a feladat. Mondhatnám azt, hogy ez a Warframe egyik át, áttörő ö, küldetése, hogy azt mondjam, mert ide nem csak azok a játékosok kellene, akik ö, bejönnek egy Warframe mele küldetésre, aztán na nyomogassuk az ultit, ultit és akkor ö, én vagyok a pro, hanem ez már az a része a játéknak, ahol tényleg nagyon fegyelem kell, mert, mert tényleg nagyon igény van a csapatjátékra, hogy ott egymásra vigyázzunk és, és mindenki mindenkinek tudnia kell a feladatát Uh, és hogyha ezek így összejönnek és összegyűlnek, akkor akkor nagyon könnyedén végig lehet menni a küldetésen. Viszont amiért szeretném megcsinálni ezt a videót, az az, hogy tudjátok, hogy mit kell um, csinálni ezen a küldetésen. Úgyhogy uh, most végigmegyünk így a fő dolgokon, ha valami kimarad, akkor akik tudják, hogy mit kell a réden csinálni, max kiegészítik. De megpróbálom gyorsan felvázolni azt, hogy melyek a fő dolgok, és hogy milyen karakterek szükségesek. Um, ahhoz, hogy elmenjetek rédezni, vagyis Love Retribution. -ezni. Először is elmondom, hogy a küldetés magát meg kell vásárolni, a blueprintjét a Marketben találjátok a Love Retribution név alatt. Van egy Nightmare és egy Normal Edition. javaslat kell kezdeni a, a Normal edition -nál. és. Um, ha ez megvan, akkor le kell a foundry van, nem olyan drága az elkészítés, és már a földön találjátok meg utána a küldetés. Összehívjátok az embereket, úgyhogy most jöjjön egy összeállítás, ahol elmondok néhány karaktert, amelyek sikerre túlélhetik a, a rédet. Többek között, ezek között van olyan karakter, ami kötelezően részt kell, hogy vegyen a réden, mert ha nem csak Pain indi Tehát ha nincs ott ez a karakter, mint például a Trinity, akkor, akkor a játék az gyorsan elhal. Na most, akkor jön egy ös kombináció uh, arra, hogy mik kellenek. Úgyhogy kezdem a legkötelezőbb karakterekkel, hogy úgy mondjam. Tehát mindenképp kell egy Trinity, aki energiát tud szolgáltatni, és jó, ha van egy Energy Vampire-je, az se rossz, ami ugye túltölti a shieldet. Kell kettő darab Loki, <kül> mindenképpen majd azt is elmondom, hogy miért, amikor rátérünk a játékokra kell kettő darab Loki, ez már három karakter, kell az én csapatomban, én szeretem, hogyha van egy Frost, van kettő Nova, és van egy Valkyr, aki a tank karakter szerepét fogja játszani, és segíti a többieket, és egy Vóban 80%-nak. Tehát én ezt az összeállítást kedvelem a legjobban elvinni, de attól függetlenül lehet vinni Excalibur-t range és vakításra kihúzva, lehet vinni egy mirást, aki ki van húzva mindenképpen range-re és ultira, hogy, hogy, jobban vakítsa az ellenfeleket tovább, tartson nagyon jó crowd control tehát lehet vinni egy nixet, őt is jól kihúzva a harmadik képességére, nagyon jó crowd control. A lényeg az, hogy kell egy pár karakter, ami Crowd Controlra alapoz. Na most én ugye elmondtam, kell nálam egy, egy Trinity, két Loki, egy Frost, egy Vóban, két Nova és egy Valkyr, akinek a feladata az, hogy segítsen. Úgyhogy ö, ö, most azt mondom, hogy jöjjön, jöjjön az első rész, amit csinálni kell az első részben. Tehát az első részben a feladat tulajdonképpen, hogy bombát kell leszállítani egy bizonyos helyhez. Na most, az egész raidnél jó, hogyha van egy líder. A lídernek a feladata az, hogy spotolja a helyeket, amelyre elindulni kell. Tehát az első résznél az a feladat, hogy bemennek, bemegy az összes játékos, és rögtön azonnal azok a karakterek, amelyek crowd control képességgel rendelkeznek, Nova, Loki, Woban, Frost, ezek azonnal... Um, besegítenek a csapatban. Mivel, hogy itt 70-es szintű ellenfelek vannak, egy golyó vagy, és halsz, és rengeteg például a Green Air Maniac, akik ugye össze össz össz teleportálnak, egy, együtt és vagy, és halsz, azonnal esel ezért a crowd control képességek nagyon fontosak. Nagyon fontos, hogy a Trinity-nek az Energy Vampire uh, képessége azonnal mindig be legyen kapcsolva, mindig energiát tudjon szolgáltatni. Ez szinte az első perctől jó, hogyha megtörténik, a volban a Bastilt azonnal dobálja, hogy uh, senkinek semmi uh, nagyobb gond ne legyen tulajdonképpen a pályán. Na most az első feladat, ugye a bombát le kell szállítani egy bizonyos helyre. Na most ahhoz, hogy megszerezd ezt a bizonyos bombát, ehm, ahhoz meg kell hekkelni kettő darab konzolt. Ha meg kell kelled ezt két darab konzolt, akkor kidobja a bombát, amit jó esetben a Loki fog felveszni, jó esetben egy Loki Prime fog felvenni, de meg lehet csinálni a simával, és azért mondom a Prime-ot, mert több neki az energiája. Egy Volt is jó lenne igazából erre a feladatra, mert neki van talán az egyik legtöbb energiával Volt Prime-ról beszélünk, természetesen. Na, úgyhogy a Loki fölveszi a, a bombát, és elkezdi a kijelölt pont felé menni, vagy hogyha már tudja az utat, akkor a felé, és természetesen minden játékos követi. Na most, célszerű, hogyha a Trinity és a másik Loki továbbá a a valkűr, azok mind együtt mozognak. A Trinity azért, hogy energiát tudjon adni, egy picit előlébb járjon, mint a Loki. A valkűr azért, hogyha elesik a Loki, föl tudja szedni. Továbbá a másik Loki azért, hogyha az első Loki elesik a bombával, akkor rögtön fel tudja kapni a bombát, és vigye tovább. Ez nagyon fontos. A két Loki mindig mozogjon együtt, és egyrészt azért, mert a másik Loki, akinél nincs a bomba, crowd control képességével védeni tudja a, az első Lokit, aki viszi a bombát, ugye az ultimate képességével lefegyverd az ellenfelet. A Trinity, hogyha egy kicsit előrébb jár, mindig energiát tud szolgáltatni, és még, még, annál is előrébb kell járjon a két Nova és a vóban hogy a bastilt folyamatosan lerakják, hogy amire a loki odaér, ne legyen gond, és ne lőjék le, ne essen le a bomba, és a többi, és a többi. Na most, hogyha elértek ahhoz a helyhez, a lényeg az, hogy amiközben szállítjátok a bombát, nem szabad futni, mert az energiát annál jobban emészti felszól, ne fussatok. Amikor odaértek a, a helyhez, amit föl kell robbantani, akkor a többi karakter, gondolok itt például ugye a Valkőre, aki egy tank karakter, vagy a másik Lokira, aki most éppen semmi extra feladata nincs, a Vóbanra, aki már ledobta a Bastilt, és általánosan minden olyan szabad karakterre, aki nem egy Trinity, akinek energiát kell folyamatosan szolgáltatni, az annak meg kell keresnie három darab konzolt, ahhoz, hogy fel tudjátok robbantani a helyet. Ennek a, trini, ennek a robbanó anyagnak addig pedig fel kell töltődnie 100%-ra. Azért hogy az energiád, miközben viszed a bombát, mert a bomba az energiádból töltödik fel. Na most, ha ez feltöltődik, akkor készen állsz arra, hogy felrobbantsd ezt a helyet. Ahhoz, hogy felrobbantsd ezt a helyet, le kell szedni a védő amit, amit úgy lehet elérni, ha meghekkelsz három konzolt. Na most, ha ez a három konzol meg van hekkelve, akkor fel, ki fog írni a képernyőt közepére, hogy uh, uh, Injector is vulnerable, és akkor f fel eldobod a, ezt a, a bombát, és fel fog robbanni a hely. Na most, hogyan találod meg ezeket a konzolokat, amiket meg kell hackelni? A helyből, a, a cuccból, amit fel kell robbantani, kábelek futnak végig a földön. Na most, ha ezeket a kábeleket megtalálod, akkor követed szépen, és mindegyik kábel el fog vezetni az a bizonyos konzolhoz, és uh, gyakorlatilag uh, azokat megkeresed a kábeleket, végigköveted az úton, megtalad a konzolt, meghekkeled. Érdemes hozni magaddal a chippert, hogy ne tejen túl sok időbe uh, meghekelni a izért, csak egy gomnyomás meg van hekkelve, szervusztok, szevasz, ennyi volt. Na most, ezt a feladatot, hogy uh, hekkel meg a két konzolt, fedd fel a bombát, vidd el a bombát, um, Vigyázz a bombára, hackeld uh, meg a három konzolt, robbansd fel a helyet. Ezt meg kell ismételni négyszer, tehát négyszer kell végigcsinálni ezt a küldetést, és akkor, ha ez mind megvan, és mindenki ügyes volt, mindenki vigyázott magára, akkor mentek a következő feladatra. Természetesen mindegyik pályán vannak ilyen rejtett uh, rejtett. Uh, hogy majd elkezd ilyen lútok, -ok, amik e, igazából nagyon jó lútok. -ok. E, nem mondanám el nagyon, hogy hol kell őket keresgélni, úgyis csak egy macera dolog lenne. Előbb-utóbb rájöttük, egy kicsit elkezdtek körbenézni a pályán, tapasztaltabbak lesztek, nem féltek már annyira. Akkor elkezdtek körbenézni a pályán, találtok ilyen titkosabb helyeket, ahonnan lehet jó cuccokat szerezni, és érdemes néha körülnézni. Na most. A második feladat a... Love Retributionon belül az tulajdonképpen a féle puzzle lesz. Tehát mind a nyolcan itt berontotok egy helyre, ami egy ilyen óriási hekkelő hely. És amit láttok, lesz nyolc ilyen hely. Ami mellé, ami, ami, ami rajta van egy ilyen sárga világító valami. Semmi kép sem menjetek nagyon a közelébe, mert azonnal Elestek. Tehát egy áram veszi körbe, és elestek. Na most itt a feladat az, hogy ugyanúgy hekkelni kell e, konzolokat. És a pályának a, a egyik szélén, a közepén szélén van egy nagy képernyő. A nagy képernyőn e, tulajdonképpen jelek fognak megjelenni, amelyek ezeknek a paletták fölött vannak. Tehát mindegyik paletta képviseli egy jelet és az illető hackernek, mint ahogy én is így csinálom, az illető hacker, hogyha meghekkel -hack egy konzolt, akkor azon a nagy képernyőn fog ö, megjelenni egy jel. Azt a jelet kell megkeresni, és annál a palettánál lévő jelre rá kell állni. Mindegy nagyjából, hogy ki, ö, ki áll rá, de jó, hogyha ö, megvannak azok a szerepek, hogy ki hova áll. Például egy novának, két novának érdemes két szélére állni, mert akkor így összesítve tudják nyújtani a, zene, a, 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 crowd control képességet, mert itt folyamatosan jönnek az ellenségek, és neked miközben ott állsz azon az egy paletten, mert végig ott kell állnod, ha már egyszer ráálltál, folyamatosan a crowd control képességedet kell használnod. Lokiknak javasolt ne használni a crowd control képességeket, mert a Loki, mikor elsüti az ultiát, egyet előrelépés vége a partinak, úgyhogy Lokik csak láthatatlanságba érdemes uh, lenni. A Vóbannak például érdemes volna a középre állni, és akkor onnan dobálgatni a Bastilt a pálya összes részére, és a többi, és a többi. Szóval ezt ki lehet tapasztalni, de nem egy olyan macera dolog. A Trinity-nek is valahova középre állni, mert akkor mindenhova eljut az energiája, ahova kell. És közben ugye van egy hacker, aki folyamatosan Hekkeli a, a konzolokat, és folyamatosan megjelenik egy jel, és akkor szépen sorjában, megbeszélés szerint minden játékos rááll arra a helyre, ö, ahova szükség van tulajdonképpen, és amint ez megvan, akkor ki fog nyílni egy nagy ajtó, és lehet tovább menni. Igazából azt kell mondjam, hogy ennek a négyrészes feladatnak ez, az, ez a legkönnyebb része, ám mégis ez bukják el a legtöbben, az igazság, mert olyan uh, kaotikus, hogyha nincs megbeszélés, akkor mindenki egyszer, vagy egyszer arra akar ráállni, vagy hekkelni akar, vagy nem tudják, hogy mit kell csinálni, soha senki nem veszi észre a nagy képernyőt. Ezért megint csak ezen a pályán van egy líder, aki tudja, hogy mit kell csinálni, és van egy hacker, hacker aki tudja, hogy mit kell csinálni, és ugye az egyik hacker és a leader az pedig spotolja a helyeket, ahova rá kell állni az adott illetőknek. Jó, hogyha ez van, de így, hogy már tudjátok, hogy egy nagy képernyőt kell figyelni, mikor jelenik meg a jel, akkor tudjátok, hogy kinek hova kell ráállnia. Úgyhogy ez ezért lényeges, hogy a legegyszerűbb, de mégis a legnehezebb feladat tulajdonképpen ezen a low retribution-on. Na most, nagyjából ennyi lenne ezen a pályán is találhatóak helyek, ahol egész jó cuccokat dobálnak, de itt tulajdonképpen minden megölt ellenség dobhat valami értékesebb modot, vagy, vagy ja, gyakorlatilag valami értékesebb modot, vagy kincset, stb., Uh, mit akartam mondani még ezzel a pályával a kapcsolatban? Nagyjából semmi, csak azt, hogy ugye figyeljétek a képernyőt, figyeljétek azt az illetőt, aki spotolja a helyet, ahova állni kell, és akkor akkor nagyon könnyen végig lehet menni ezen a pályán. A következő uh, rész az a hijack lesz. Na most ez a rész uh, macera. Nagyon. Uh, azt kell, mondjam. Uh, itt igazából, itt kell az egyik, azon kívül az első résznél, de itt ennél is egy magas szintű fegyelem kell. És megpróbálom úgy elmagyarázni, hogy érthető legyen a dolog, és a remélhetőleg, ahogy felvettem a videót számotokra, és egy kicsit jobban derül ki, igyekeztem kevesebb feladatot csinálni, hogy jobban lássátok a pályát, és, és a szereplőket rajta, hogy hogyan mozgolódnak, úgyhogy lássuk, hogy mi ez a házsak. A házsaknél ugye el kell rabolni egy dolgot. És természetesen a Frostról keveset beszéltem itt, ugye, és úgy általánosan uh, mondjuk jöjjenek itt most, ugye beszélgessük meg a karakterek szemszögében, hogy miért mondom azt, hogy Frost a Love Retribution-mal, sokkal sokan nem vinnének Frostot, azért, mert a hógömje uh, uh, iszonyatosan jó védelmet tud nyújtani a az elrablondó tárnak, gyakorlatilag. Ugye ez megy végig egy sinen, és a Frost az mindig előjár, és rakja a hógömböket, és ez nagyon jó védelmem nyújt önmagának, és a, a mellette lévő mondjuk Trinitynek. Miért Frost és Trinity viszi a... a ugye a... ezt az elrabolni való dolgot? Azért, mert ez a dolog ugye a Shieldből táplálkozik. A Shieldet veszi le, akkor tud haladni. Na most a Frost és Trinitynek a trinity az ultimate képessége miatt ugye nagyon sok a És ezáltal, hogy sok a ők ketten kényelmesen tudják vinni ezt a Cucot. Na, és akkor ugye a Vóban folyamatosan dobálja a Basszél a folyamatosan lassít, és van nekünk két locking, és van egy valkűrünk. A valkűr az mindig ott lesz, hogy vigyázzon az illetőkre, akiket fel kell szedni, és azonnal fel kell szednie. Egy problémára kell viszont nagyon koncentrálni a valkűrnek, az az, hogyha a Nova vagy a, Trin a bocsánat, hogyha a Frost vagy a Trinity elesik a sineken, akkor ott gázon, akkor az az a hely, ahova még a valkűr sem um, kell, hogy felmenjen gyakorlatilag, ha bár valószínűleg ultimate képességben kibírja a valkűr is, de nem ajánlatos, ha a két karakter elesik a sinem, vagy bármilyen karakter elesik a sinem, ne menj érte. Sajnos azonnantól kezdve meghagyna. Na de hogyan kerüljük el, hogy a két karakter ne essen el a sinekem? Na most. Ö ennek a hijack pályának mindegyik ö, szekciójában, tehát mindegyik részében, a ilyen három részen mész keresztül, mindegyik részén lesznek megint csak paletták. Ezek a paletták arra valók, hogyha valaki rááll, akkor nem csapja meg az áram, a Frostot és a Trinity-t, akik középen vezetik a elrablondó tárgyat. Szóval mindig a két lokinak érdemes például megkeresni, a nováknak, mindenkinek, aki tudja, hogy mit kell csinálni, és nem a bombát viszik, de érdemes inkább a két lokinak, mert ők láthatatlanok tudnak lenni, és senki nem basztatja őket, amíg rajta állnak ezen a palettán. Érdemes nekik mindig megkeresni ezt a két palettát és ráállni. Hogyan találjátok meg a két palettát? Megint csak kábelek vezetnek ki a sinekből, végig a kábeleket is megtalálod a palettákat, és nagyon szépen fegyelmezetten olyan könnyedén végig lehet menni ezen a pályán, mint a síc. Na most, a meglepetés az itt jön, ugye rengeteg ellenfél fogjátok lőni, és nem beszélve, hogy a Gruszták 3, és itt lesz, és a G3 véheknek az elit fejvadászai, ők is itt vannak. Na most ők a legnagyobb kincs ebben a részben, azt kell, hogy mondjam. Szóval vid vidd azt az erős fegyvert, vidd azt a tonkort, vagy vidd azt a kulsztárt, vidd azt a szoma prime-ot, vidd azt, ami jól esik, és tudod, hogy erős mert őket érdemes legyőzni, mert jó cuccokat dobnak, jó modokat dobnak, ugye a braknak a részei dobhatják, én hál' vég 900 óra után megkaptam a brak blueprintet, és meg tudtam építeni. Nagyon jó kincsek vannak megint csak elrejtve a pályán, érdemes körbenézni gyorsan, főleg a lokiknak, lábára a Lokik csak csinálják a feladatokat, álljanak a palettákon, a többi játékos meg nézzen körül, és hogyha gyakorlatilag le van győző a G3, akkor, akkor könnyedén végig lehetne keresni a pályát. Van itt credit Booster-től kezdve, heavy kaliber modokon át, ugye Brock Blueprinten keresztül ezt a pályát érdemes jól kihasználni, mert a, a tökéletes védelem megvan, Trinity Energia, Frost Gömb, Voban Háló, nova lassítás, és Loki diszárm, valkűr, aki vigyáz mindenkire, és gyakorlatilag ez a pályán is fegyelmezettel, ha mindenki csinálja azt a feladatot, amit kell, akkor nagyon könnyedén végig ö, lehet menni. Na... Uh, ugye elértek ennek a pályának is a végén, mindenki hurrá, happy, tök jó, végig lehet csinálni, uh, faszántos, és akkor most jön az utolsó uh, rész, ahol le kell győzni magát véheket. Na most, csé, ez a uh, történet se kutya, azt kell, mondjam, uh, azt hiszem, hogy mostanra már változtattak a koncepciót ennél a résznél, mert csak macera volt. Na most itt, amikor beértek egy nagy arénába, fogtok beérni, és csak így pislakti fogtok, hogy what the fuck. Mi a Azt kell csinálni itt, és ja, én is így pislogtam, amire rájöttem. Az egész pályát tele van kábelekkel össze-vissza kuszálva, és véhek a feletek fejetek fölött ugrál össze-vissza a féle ilyen kéményekem. Na most a kémények alatt, tüzet lehet gyújtani. Ha azt a tüzet meggyújtjátok, és véheképpen rajta áll, akkor leégeti a pajzsát. Ha az összes pajzsa leégett, mert már nem tud hova ugrani, akkor meg lehet ölni simán fegyverekkel. Addig nem. Na most. Hogyan égetjük le a pajzsát? Ezt ki kell, hogy próbáljátok az igazság, hogyha 80 mentek a Love retribution -re, mert régen nem így volt, azt hiszem. De a lényeg az, hogy Ö, megint csak bombákat kell szállítani, azt kell, hogy mondjam, és megint csak egy elég ö, fegyelem kell. A, basz, a Vóban jó, felugrik egy középső, lé, közép, a aréna közepén van egy ilyen ö, színpadféleség, a vóban jó, a felugrik és dobálja a hálóját, a Nova természetesen folyamatosan lassít, ahol tud, és a Trinity folyamatosan energiát tud, ahol tud, és itt jön a másik dolog, ugye a Lokik láthatatlanban, ahol tudnak, minden kémény alatt van egy ajtó, ahová be kell vinni a bombát. Honnan szerzitek meg a bombát? A bombát különféle ellenfelek szállítják. Lelövitek az ellenfelet, specifikusan jelölve van a pályán, észreveszitek, szóval nem nehéz észrevenni. Lelövitek azt az ellenfelet, eldobja a bombát. Viszitek a bombát, feltöltödik a bomba, és bementek el be a kéménybe. És ledobjátok a bombát az f -fe. Természetesen vigyáztok, hogy ne esetek bele a gödörbe. Mert ha beleestek a gödörbe, Vasz a tűz, de úgy, hogy ki fogtok tudni jönni utána, szinten. Nagyon nehéz lesz kijönni. Na most, hogyha a véhek éppen fölötte áll, akkor már pedig úgy kell időzíteni, hogy fölötte álljon, akkor leégeti a pajzsának egy darabját, és ezt négyszer kell megismételni. Na most, a változtatás a régi óta, a, a normal normál a normál low retribution az az, hogy hogy ha sikerül, a, a, így is úgy is mindenképp fel tudod gyújtani a, a, ezeket a kéményeket, és akkor véheknek egyre-egyre kevesebb helye marad, ahova ugráljon, és előbb-utóbb kénytelen lesz ráugrani az égőre, és előbb-utóbb akkor Ö, le fog égni a pajzsa, szóval ezt az is -e ki kell próbálni, én is úgy vettük észre, hogy nem baj, hogyha elugrik, ledobtuk ezt a bombát, begyújtotta a nagy kémént, aztán véhek meg ugráljon akar, és akkor gyakorlatilag így ö, le lement a pajzsa egy idő után, és utána könnyedén le lehet lőni, mikor nyolc ember elkezdi lőni a legópébb fegyverével, véveket, azonnal lemegy a pajzsra. Természetesen domni fog jó cuccokat, és ami a legfontosabb, a küldetés végén legalább 300 kreditet is össze lehet szedni. Uh, az, az egy nagyon jó dolog. A másik pedig kapsz Arcane Enchantmentet. Arcane Enchantment az uh, gyakorlatilag egy módja, hogy visszahozzák egy kicsit a régi úgynevezett Arcane helmeteket. Az, ezek az Arcane cuccok különböző uh, képességekkel ruházzák fel a warframe de csak úgy lehet ezt a képességet megszerezni, hogyha a Foundry-ban összeépíted ezt az Arcane Enchancement, et összeépíted a, a sisak, a Warframe egyik sisakjával, vagy a Siondanával. Kinek mi? Tulajdonképpen mindegyik ugye ilyen Arcane enchantment más képességgel rendelkezik. Például bizonyos százalékban láthatatlanságot tud adni, vagy megbusztolja az erejét a másodlagos fegyverednek, vagy nagyobb, nagyobb armort ad, vagy és a többi, és a többi. Mindegyiknek van egy jó pár, és mindegyiknek van egy különleges képessége. Régen valamikor a Warframe-ben voltak úgynevezett Arkane Hell, a Warframe-eket jobb képességekkel rendi, ö, ruházták föl, és erősebbé tették. Na most ezeket ezzel egy kicsit visszahozták, csak ugye egy olyan módban, hogy össze lehet építeni most már ö, azzal, amivel szeretnéd. Így aztán például a, a ö, volt, van olyan, hogy árként trikeri ha jól emlékszem, a loki -nak volt egy ilyen ö, helmete, további láthatatlanságot adott, azt most például össze lehetne az árként Trikeri össze lehetne építeni a, a Excalibur valamelyik helmetével, és hogyha az Excalibur még láthatatlan is tud lenni, és még OP is, akkor értitek, hogy mire gondolok. Na, ezeket az Arcane Enhancementeket amúgy el is lehet adni, némelyik többet ér, mint a másik, az az igazság, de például egy trickerire re például mindenki vadászik, és ilyen nem tudom, 50-100 plat között el lehet adni, attól függ, hol, mikor és milyen időben, és mennyire akarja az illető, vagy Uh, vagy Arkane Grace, ez is uh, többet ér, mint 100 plat körül, vagy, de vannak ilyen Arkane Strike, az csak ilyen 20 platot ér max, és amúgy se kell senkinek. Uh, na, uh, attól függ, hogy, hogyha mindezt meg is a Nightmare raidben is, akkor uh, valószínűleg értékesebb Arkane cuccokat dobd el, semmi garancia is természetesen. Végig mentek ezen a küldetésen, kaptok egy csomó jó modot, kaptok uh, egy full S uh, szettet is, mert a Green Air Mini okot nagyon könnyedén dobják, kaptok uh, Credit Booster-t, vagy amit találtok, legyőzhetitek a G3-at, kaptok Brock alkatrészeket, ami az egyik legerősebb, hanem a legerősebb másodlagos fegyver a Warframe-en belül, és, uh, és a végén kaptok egy Arcane enhancement is. Szóval ebből a küldetésből csak uh, nyerni lehet, ezért is szerettem volna megcsinálni ezt a videót, hogy Um, azoknak a tapasztalatlan játékosoknak, akik nem tudják, hogy mi a raid, vagy hallottak róla, de még soha nem mentek rajta végig legalább, hogy lássátok, és uh, um, tudjátok, hogy mit kell csinálni. Így aztán a recruitingban uh, is, hogyha valaki hostol egy rédet, vagy uh, akkor lehet menni, lehet csatlakozni, és tudjátok, hogy mit kell csinálni. És ez egy fontos dolog, mert nagyon uh, gyors buszot tudsz adni a karakterednek és sok kreditet tudsz összeszedni rövid idő alatt, és jó cuccokat tudsz összeszedni rövid idő alatt, és ez egy nagy boostot tud adni a Warframe karaktereidnek, Úgyhogy a dolog lényege az, hogy egy 24 órában csak egyszer menjél Love Retribution-re, mert csak egyszer fogadni Arcane Enchantment-et. ez többször is, mert a kredit meg ilyesmi megkapod, az fasza de Arcane Enchantment-et csak egyszer fogadni 24 órában. Én viszont nagyon köszönöm a figyelmeteket, nagyon köszönöm a TNA tagoknak, és örülöm nektek srácok, hogy akik itt voltak, akkor most és először látták a rédet, és nagyon fegyelmezetten és nagyon jól eh, végig lehetett csinálni. Tehát első alkalommal is meg lehet csinálni. Teljesen voltunk, dumáltunk, ne arra hogy nem egy live-ba látjátok ezt, majd valószínűleg fogtok live-ot is látni. De azt hiszem, hogy jó volt, hogy így elmagyaráztam eh, a dolgokat, szóval... Köszönöm a figyelmet, köszönöm a TNA tagoknak, faszák voltatok srácok, és a legközelebbi videóig, sziasztok! Vidd a bombát, hílor felszed! Átrepült! Ó, Oda, igen, igen. Nekem úgy is jó. De akkor gyújtsuk fel a kérvényeket. Ja. Jó, akkor gyújtsuk fel a kérvényeket. De ré régen ez így nem lehetett? Igen. Ó, zsír, akkor meg megpörköltük már, csak egy kell neki. Nézzétek, nincs egyáltalán neki ízé pajzsa a Energy Siphon miatt. <laughs> Jó, gyújtsát, gyújtsátok föl, gyújtsátok föl a izért. De ég. ki jöhet! Na, zsír, szép, 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 szép! Már csak egy helyre tud menni, és kész, ennyi, szép volt. hozom a bombát, vagy viszed? Jó, vigyed, 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 vigyed. A healer szedi őket, healer szedi őket. Pff, elestünk el, te healer, tudsz jönni? Mindegy, ez már meg lesz, mert nincs hova repülnie. Ez a szép. Lőjétek amúgy, már lehet lőni. lőjétek, mint a szar. Hú, remélem valami jó dob. 15 rifle ammo. De hova dobta? Egyébként, ha leölnénk az összes ellenfelet, még egy est kifarmolhatnánk meg ilyen apró dolgokat, amik vége nincsen.